Hát azért kezdtem, mert azt gondolom, hogy hozzám mérten kell. Elfelejtettem, hogy frisbee felvétel van, és Szegeden vagyok egy rendezvényen, a Woody részt, végre le lehet győzni a Berkit, de eddig nem sikerült tegnap. Tehát bárki, aki jelentkezett, eddig nem tudta. És mivel el kell jönnöm a frisbee felvételre, ezért nem tudtam másképp megmondani, csak repülővel, hogyha Hajdú küldött értem egy ilyen műrepülőt. Megpróbált megviccelni, hogy küldött nekem egy ilyen hányózsákot, vagy zacskót az ő fejével, hasonlóan önimádó, mint én, de hát kijelentettem, hogy nem hánytam. Tehát megcsináltuk a csavarokat, meg minden, de üres maradt az acskó. Hát fogok neki beletenni valamit, aztán majd a stúdióba megkapja. Mostanában egyre gyakrabban járok repülővel, úgyhogy eldöntöttem, hogy lerakom a jogosítványt, és kell nekem egy ilyen a garázsba. Úgyhogy pont most megbeszéltem itt a sofőrömmel. Egyébként én vezettem Lackházától idáig. Én azt mondta, hogy nagyon tehetséges vagyok, úgyhogy innentől kezdve nincs más hátra, mint hogy lerakjam a jogosítványomat a repülőgépre. Hát mivel szombat van, így meg kell várnom a hétfőt. Tehát hétfő lesz az első nap, hogy akkor elkezdem. Sok mindent csinálhatok, sok mindent kipróbálhatok, ez volt a cél. Igazából a saját brendemet építem közösen ugye a csatornával, az anyacsatornával, a TV2-vel. Ez egy nagyon jó dolog, hogy mindent kipróbáltok, és minden olyan, ami érdekel, azt a magam javára fordíthatom. Egyetlen egy ára van ennek, a család. Ez egy nehéz dolog. Szerencsére a Pamela nagyon-nagyon megértő egyelőre, viszont nagyon keveset tudok velük lenni, szinte alig vagyok otthon, és ugye a kislányom most cseperedik talán a legjobban, és ez egy érzem, meg egy nehéz szituáció nekem. Mégis azt mondom, hogy nagyon élvezem a jelenlegi életemet, és nagyon boldog vagyok. Remélem, hogy mindnyájan megbocsátják majd nekem azt, hogy én ezt az időszakot ennek szenteltem. A férfinak ez a dolga, hogy biztonságot tudja a családját. Biztos, hogy lesznek olyan pillanatok, amikor ezt rákoppintják majd a fejemre, mind a Pamela, mind a gyermekem, de remélem eljön majd az az idő, amikor ők ezt át fogják értékelni és meg fogják érteni. Hát ugye tényleg azt mondom, hogy eljutottam arra a szintre, és az alvás időmből veszem el most már perceket, meg órákat, és nem napokat húzok össze, heteket, amit egyszerűen nem jó, egy darabig lehet csinálni, aztán utána valami ugye történik az emberrel. Nem tudom, igazából annyira szeretem ezt az egészet, és annyira feltölt, hogy adnak ellen, hogy fáradt vagyok, talán ettől függetlenül is az emberek, a stáb, a környezet, minden olyan pozitív töltéseket ad, hogy hiába vagyok fáradt, mégis nagyon szívesen csinálom. Nem szoktam izgulni, ugye azt szoktam, hogy izguljon az, aki ezt kitalálta. Nagyon örülök neki, hogy a Cippen Anett lettem is az ötő társam. Ő ugye szakmai egy nagyon jó alany, és ugye több mint 6 éve műsorvezető már a TV2-n, tehát egy nagyon stabil szakmai háttere lesz a műsornak, és igazából én szerintem belevéltem a saját személyiségemet. Én nem vagyok annyira felkészült, ugye nagyon sokszor fölöttesnek látszom, mégis nagyon alázatosan készülök erre a megmérettetésre. Nagyon boldog vagyok, hogy megvan ez a lehetőség, nagyon örülök, hogy rám gondoltak, és hát azért furcsa volt számomra, hogy nekem erre kell tréningeznem. Tehát azt gondoltam, hogy nekem ez zsigerből megy, mégis rengeteg olyan háttérinformáció van, amit ugye meg kellett tanulnom. És próbáltam úgy egyébként ezekre a tréningekre felkészülni, volt, amire felkészültem, valamikor pedig szándékosan nem, úgyhogy a kreatív igazgató az néha tépte a haját a Váci Virág vagy a főszerkesztőnk, mert látta, hogy nem mindig voltam felkészült, de aztán teljesen megbeszéltük, mert szerintem nekem abban van talán az erősségem, hogy az adhok pillanatokban, az adhok helyzetekben tudok viszonylag jól reagálni, úgyhogy nagyon remélem, hogy, és nagyon bízom, hogy nagyon jól kiegészítjük egymást az Anettal.